A Víz és Élet non-profit szervezet hagyományait megtartva, hatodik alkalommal idén is megemlékezett a Föld napjáról. Április 22-én csütörtök délután a bolondos időjárás ellenére is sokan felkeresték a bodollói halastavakat. A fiatalabbak japán cseresznyefákat ültettek el, így a tó közelében ma már 96 facsemete látható. A rendezvényre ellátogatott Mudi Robert berzétei református lelkész is népes családjával a rozsnyói járásból. Nagy örömmel jöttünk, ismerjük ezt a mini kis oázist, és mi kértük azt, hogyha a legközelebb lesz faültetés, akkor hadd jöhessünk a gyerekeinkkel. És így a hat gyermekem most ültetett egy fát. Nagy-nagy öröm van bennünk, és szívesen jövünk ide máskor is. Úgy gondolom, hogy nekünk embereknek pedig különös kötődésünk van a fákhoz ahol fa van, ott élet van. A fa az végig kíséri az embert egész életén át. Ebből van a bölcsője, ebből vannak a gyerekjátékok, az íróasztala, a széke, majd a koporsója is. És hogyha ha megtanuljuk azt, hogy egy fára pedig különösképpen fel kell nézni, ez Jézusnak a golgotai keresztje, akkor az embernek az élete úgy a helyére kerül. Úgyhogy minden egyes fa ültetésnél ott vagyunk, és tanítjuk az embereket. Minden fa egy-egy tulajdonossal rendelkezik, aki támogatta a megvásárlását, előtette és nevelgeti azt. Szepsi város önkormányzatának anyagi hozzájárulásával három cseresznyefa került a tó mellé. Tervben van egy kis pad és egy emléktábla elhelyezése is, amely a vírusban elhunytaknak állít majd emléket.